Sogonyi Zsolt, nemzeti sporttól sok szeretettel köszöntöm a játékosokat, gratulálok a eddigi helytálláshoz. Willitől kérdezném, hogy milyen érzésekkel készül a Németország elleni meccsre. Nyilván a sorsolás óta tudhatja, hogy ez egy speciális helyzet lesz neki. És az lenne a második kérdésem, hogy noha az utóbbi, amióta megérkezett a legstabilabb és a egyik legjobb játékos a magyar válogatottnak, de mintha ez az Európa-bajnokság egy kicsit balszerencsés lenne neki. Ugye a portugálok elleni első gólt az ő lábán pattant meg, befújták ellen a 11-est, most a franciák ellen is róla pattant oda, Griezmann elé a labda. Ezzel hogy lehet változtatni ezeken a balszerencsés momentumokon? Hogy érzi magát ezen az Európa-bajnokságon, és hát természetesen mit vár a németek elleni meccsen? Das war eine zu lange Frage, aber ich versuche mal alles zu beantworten. Ich fange mit der ersten Frage an. Natürlich, Deutschland ist ein spezielles Spiel für mich. Ich bin in Deutschland geboren, bin dort aufgewachsen, von daher ist es speziell. Auch ein spezielles Spiel, weil es für uns um unheimlich viel geht. Wir können nochmal mit einer Überraschung, mit einer guten Leistung auch weiterkommen in der unheimlich schweren Gruppe. Aus meiner Sicht gab es bei einer EM noch nie eine schwierigere Gruppe, als wir sie haben. Von der ist es erstmal herausragend, dass wir hier stehen vom letzten Spiel und immer noch die Chance haben, weiterzukommen. Hinzu kommt, dass ich viele Spieler bei den Deutschen kenne, auch persönlich. Meine Mannschaftskameraden auch von Leipzig sind bei Deutschland vertreten. Auch wenn jetzt Klostermann verletzt ist und ausfällt, Marcel Halsenberg könnte zum Einsatz kommen. Und man könnte natürlich auch die Spieler aus der Bundesliga. Zur zweiten Frage. Natürlich ist es als Verteidiger nicht schön, wenn man beteiligt ist bei Gegentoren, aber es ist nun mal irgendwo auch Teil des Jobs und lässt sich nicht immer vermeiden, aber grundsätzlich muss man der ganzen Mannschaft auch, glaube ich, mir ein Stück weit ein Kompliment machen, dass wir jetzt in den ersten zwei Spielen gegen Weltklasse-Offensivleute sehr, sehr gut verteidigt haben und das auch der Schlüssel wird für das dritte Spiel gegen Deutschland. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet. Gergőcs József MT. Azt szeretném kérdezni, hogy az első két meccsen nagyon feltűnő volt, hogy fizikálisan végigbírja a magyar csapat a mérkőzéseket, sőt talán jobban is bírta, mint az ellenfelek. Mennyit vett ki belőletek ez a mérkőzés? Harmadik meccsen is lehet-e ugyanezt a teljesítményt hozni elsősorban fizikálisan? Én azt gondolom, hogy a szakmai stábtól egy nagyon jó felkészítést kaptunk, ugye itt az EB előtti 3-4 hétben, és lejátszottunk egy szezont, úgyhogy megvan a kellő erő a csapatban. Én azt gondolom, hogy többi három csapat is ugyanennyi mérkőzést játszott, és ennyi perc van a lábukban. Ilyenkor én azt gondolom, hogy a legfontosabb a regeneráció, úgyhogy most ezen van a hangsúly. Roland hat das meiste schon richtig gesagt. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Die Jungs sind fit hierher gekommen. Hinzu kommt, dass wir jetzt aktuell auch nach den intensiven Spielen eine sehr, sehr gute Trainingssteuerung haben, was entscheidend ist, um dann immer wieder in den Spielen einen vollen Tank zu haben. Und so wird es dann auch im dritten Spiel sein. Da mache ich mir keine Sorgen. Wir haben noch genügend Körner, um nochmal 90 Minuten Vollgas zu geben. Igen, igazából csatlakoznék ahhoz, amit Roland is elmondott előttem, a felkészülésünk nagyon alapos volt, mindenki jó formában érkezett az EB-re, és most így egyébként mérkőzések között is nagyon jó az edzésvezetésünk, tehát gondoskodik a csapat, illetve a stáb arról, hogy megfelelően feltankolva kezdjünk neki egy következő mérkőzésnek, így várjuk ezt a harmadik meccset is, úgyhogy én nem aggódom, szerintem lesz majd erőnk a következő 90 percet is végigírni. És
Sziasztok, Antolics, én vagyok az Indextől, és Willitől szeretném kérni, hogy talán a csoport ellenfelek közül a németekre jellemző a legagresszívabb letámadás már a labdakihozatalokat próbálják ott a 16-os előterében megakadályozni. Ebből a szempontból mit gondol, hogy ez lehet a legnehezebb meccs majd a három közül? Ez lesz a legnehezebb meccs a védelem szempontjából. Gute Frage. Werden wir sehen am Mittwoch. Ich glaube, dass insgesamt in der Gruppe aktuell Deutschland schon die kompletteste Mannschaft ist. Sie haben eine unheimlich gute Mentalität, sind sehr, sehr gut organisiert. Hinzu kommt individuelle Einzelspielerqualität, die auch herausragend ist. Ja, gerade auch das Pressing ist außergewöhnlich. Gegen Frankreich hatten wir nicht so einen hohen Druck in der ersten Verteidigungslinie im Spielaufbau. Gegen Portugal war das schon ein bisschen schwieriger. Aber die Deutschen sind bekannt dafür, dass sie im Kollektiv sehr, sehr gut verteidigen und auch aggressiv nach vorne verteidigen. Andererseits ermöglicht es, das auch für uns dann im Offensivspiel Räume zu kreieren und auch zu bespielen, die wir dann hoffentlich auch am Mittwoch nutzen können und werden. Ez egy jó kérdés, szerdán meglátjuk tulajdonképpen, de az való igaz, hogy Németország talán a legkonkrettebb csapat mentálisan is, a szervezetésben is nagyon jól ott vannak, és a játékosok minősége is kiemelkedő. Igen, nagyon sokat játszanak pressingben, és hát a franciák ellen ez egyébként nem volt annyira jellemző, de már a portugáloknál azért érezhetjük, hogy nehézkesebb volt a labdakihozatal. A németeknél tényleg figyelnünk kell arra, hogy ők együtt védekeznek, és hogy nagyon előrefelé is védekeznek, úgyhogy a támadóinknak mindenképpen figyelni kell arra, hogy Németország ellen új tereket nyissanak, ezeket meg tudják játszani, és ki tudják használni az ebben adódó lehetőségeket. Jó, a Vádiki Sport, mind a két sportolótól, futballistától szeretném kérdezni, mennyire lesz más a magyar csapatnak a játéka így, hogy győzelemmel tovább juthatunk. Tehát lehet, hogy egy 0-0 mondjuk szép eredmény lenne, de támadhatunk is akár a továbbításért. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ugyanazzal az erőbedobással, elánnal menjünk ki a mérkőzésekre, mint a portugál és a francia csapat ellen. Úgyhogy maximális odafigyelés kell, az biztos, a taktikai utasítást maximálisan be kell tartani, és bátor focit kell játszani. Ugye láttuk a franciák ellen is, hogy a világbajnokok ellen néha-néha hogy tudtunk játszani, ezt kell még jobban erősíteni előrefelé, és tényleg a védekezésre pedig nagyon oda kell figyelni. Ugye egy mérkőzés van, egy mérkőzésen minden előfordulhat, úgyhogy úgy fogunk tényleg Németországba kiutazni, hogy megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést, azt biztosan tudjuk ígérni, hogy mindent bele fogunk adni. Mi kérdés van még?